Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Srácok, még 2019 úgy elején jöjjön, hogy a Necro Army milyen eredményeket ért el a Warframe-ben. Jól esik néha végigmenni a statokon, amiket produkáltunk, úgyhogy most beszélgessünk egy kicsit ezekről. Nem fogom magunkat hasonlítani semmelyik másik munklához, vagy bármelyik másik klához. Biztos vagyok benne, hogy vannak jobbak, mint mi, és vannak rosszabbak is, mint mi. Ezek a mi eredményeim, és mi magunkat saját magunkhoz fogjuk hasonlítani, és 5 éve vagyunk már együtt, úgyhogy én ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ennek a klánnak a része, vagy a része volt a múltban, és segített azzá tenni ezt a klánt, ami ma a maga jó oldalaival, a rossz oldalaival mindenki hozzájárult valamivel. És mindazoknak köszönöm, akik ugye itt voltak ebben a klánban, és már nincsenek, hogy hozzájárultak az ötletekkel, mindennel, amit amivé alakította ezt a klánt, még hogyha néha rosszá ízzel is sikerült elválni emberektől, attól függetlenül sokan nagyon jó dolgokat adtak hozzá ehhez a klánhoz, és mostani emberek, akik most vannak benne, úgy érzem, hogy a klán, vagyis a közösség, vagy nem is inkább klán, ugye a közösség egy nagyon jó és normalizálódott úton halad, és mostanra így az 5. évre érzem úgy, hogy sikerült valami olyasmit elérni, amit szerettem volna. Nem azt mondom, hogy minden szép út és sima, mindenhol egy ekkora közösségben természetesen vannak bukkanók, de ettől függetlenül szerintem egy nagyon-nagyon jó közösség vagyunk. Úgyhogy jöjjön az egyik első adat, amit tudnotok kell erről a klánunkról. Amióta bevezettük, hogy nem lehet már, mindenki nem hívhat meg mindenkit a klánba, hanem a vezetőségen keresztül kell jöjjön, és jelentkezni kell ugye a Facebook listán keresztül, hogyha csatlakozni szeretnél a klánba, ennek nagyjából 3-4 éve. Azóta csak azon a listán keresztül, nem számolva azokat, akik személyesen bejelöltek engem a listán kívül, csak azon a listán keresztül 2299-en, ezen a napon, amikor látjátok ezt a videót, 2299-en jelentkeztetek a klánba. Szóval, ha azt nézzük, hogy egy munklán 1000 férőhelyes, sokatok kétszer, netán háromszor is megfordult már nálunk a klánban, de ugye, ha azt nézzük, hogy kétszer már egyszer körbefordult. El kell, hogy mondjam, hogy azt hiszem, a Necro Army, a magyar Warframe közösség legtöbb játékosának nem egyszer adott már otthont, hogy őszinte legyek. És ez egy nagyon jó érzés, és ez az, amit szerettem volna elérni, hogy az emberek be tudjanak ide jönni szabadon, megerősödjenek, és esetleg utána elinduljanak a saját útjukra a Warframe-be, és hogyha úgy döntenek, nem jó, akkor visszajönnek. Szóval egy ilyen ez azért nem semmi adat. 2299-en. Ja, hát ez van, ennyien csatlakoztunk azóta a klához, de ha megnézem az ismerősi listámat, akkor ja, 2095, szóval ja, van elég sokan vagyunk már. Szóval, lássuk, hogy milyen eredményeket értünk el eddig. Játszott idő 2006. De micsoda, 26.038 napot játszottunk összesen már a klánba, ami 624.920 órának felel meg, Jézus Mária, tehát nem tudom, hogy ez egy jó adat, vagy egy rossz adat is, de már önmagában is lenyűgöző, mennyi időt el tudtunk tölteni ezzel a játékkal. A bevételünk 22.793.107.456 kredit, azt a kurva. Gondoljátok végig, hogy egy játékban ezt el tudjuk érni, mit tudnánk elérni a valóságban, hogyha összefognánk, és szeretnék valami célt elérni.
A Missions Completed, tehát befejezett küldetések 2.985.000, azért mindjárt megvan a 3 millió befejezett küldetés, és csak 108 ezret buktunk el ebből. Szerintem ez nem rossz egy ilyen hatalmas számokban. 271 ezerről léptünk ki, azért az elég csúnyácska, de ha azt nézzük, hogy 87% bal megcsináljuk a küldetéseket, és ennek csak a 8%-on nem befejezett küldetés. Ez azért akárhonnan nézem, egy ekkora szintű klánnál ennyi emberrel, ezek tök jó arányok. 1.800.000 2.112 riasztót oldottuk meg, és 84 ezret elbuktuk, és az átlagos időnk 8 másodperc, az nem olyan rossz. Azért az szerintem az egy tényleg egy átlagos idő. Láttam olyan Warframe videótól a gyerek kb. 2 másodperc alatt megoldotta a riasztót, szóval az nem rossz. A greedy-reket szeretjük ölni a legjobban, utána az infesteneket, meg tudom érteni, én is ezt a kettőt szeretem ölni a legjobban. A korpusztól, Isten mencs, a corrupted viszont meglepő, hogy csak 55 millió. Tényleg csak meglepő, hogy 55 millió, tekintve azt, hogy milyen régi a klán, és valamikor régen ugye a Voidban lehetett farmolni a Prime cuccokat. Tekintve ezt azért kicsit kevésnek titulálom, de mondjuk megalakult a klán, rá 2 évre változtatták meg talán a Void rendszert, azt hiszem. Szentjénteket nem nagyon szeretünk ölni, de hát még nincs is nagyon értelme. Other kills. Hát minden másból majd hogy 1 milliót öltünk, azért nem rossz. A boss ölések viszonylag kiegyenlítettek, ahogy nézem, hát ja, nagyjából egyszer farmoljuk őket, ugye. Viszont az Eidolon adatok nem is olyan rosszak. Amit jó látni, ugye, hogy terrorist kills, captures, azok nagyjából ilyen arányban vannak, bár nagyon sokszor megöltük a terrorisztikat. Nem tudom, hogy vagytok veled, én is úgy vagyok, ott tesztelek mindent. Tehát csinálok egy új ampot, akkor elvek leteszel a terroristát, aztán megölöm, mert lusta vagyok összegyűjteni a lúrokat, hogy elfogjam. De azért tekintve azt, hogy 18 ezerszer öltük meg a terroristát, 6 ezerszer elfogtuk a gauntlistet, ugye ott már ott az már vigyázunk, azt már nem öljük meg annyiszor, aztán többnyire elkapjuk, és a hidrolisztot is elkapjuk, és nem van a különbség, szóval azt veszem, hogy a tendencia az, hogy az emberek, hogyha mennek, akkor mennek mind a háromra, és megoldják ügyesen mind a hármat, a már háromnak az elfogását. Összes ölés 359.614.528, azt a kurva. Ebből a headshotok 20 villa csak, hát gyerekek, na. És a talált, azért a találati arányunk 478 millió, tehát egy golyóval találtuk el az enemit, 32%-os weapon accuracy. Ha hiszitek, ha nem, ez a legtöbb játékban magasnak számít. Szóval az átlagos weapon accuracy játékokban, shooterekben és akár Warframe, az átlagos weapon accuracy valahol betehető 15 és 25% közé, a legtöbb átlag üti meg azt a 18% körül. A Warframe-ben azért könnyebb célozni, úgyhogy az átlag valahol 25%-nál kezdődik, de hogy átlagunk 32, az a Warframe-ben szerintem egész jónak számít. Legtöbbet használt fegyver Soma Prime, másodlagos fegyver Lex Prime, ami azért meglepő, vannak sokkal jobb fegyverek is, hát srácok, a Kit Gunokra rá kell húzni is gyerekek, tehát a Lex Prime az már régi fegyver, és hősként tiszteljük azt a fegyvert, de most már ide feltenni a polcra, hogy ott pihenjen és gyönyörködjünk a Prime változatában, mert ott sokkal jobb fegyverek is vannak másodlagosan. Broken Ward használjuk a legtöbbször. Úristen, nagyon, én személyesen nagyon rég használtam utoljára azt a kardot, de végülis az egyik legerősebb kard a játékban, úgyhogy nem csodálom. A legtöbbet használt Warframe az Excalibur, ezzel sem csodálkozunk, a legtöbb kezdő játékos az Excaliburt választja, és nagyon hosszú ideig használjuk az első Warframe-ünket, szóval. Még mindig a Carrier és a Sweeper Prime a leghasználtabb Sentinelek, nem csodálkozom, nehezen fog kihalni ez mindenképpen. Konklávéban jók vagyunk, majd hogy nem, mert hogy csak
83 ezer kill és 91 ezer halál. Hát azt kell mondjam, hogy nem vagyunk azok a pro PvP-sek, de azt hiszem a Warframe-et nem is azért játszok, hogy le PvP-zzük magunkat. Ez nagyjából egy olyan 0,9 körüli statot eredményez, szóval tudnánk jobbak is lenni, de nem ezért szeretjük a Warframe-et. Ludaróban viszont jók vagyunk, hogy ahogy nézem, szóval 1263-at nyertük, csak 1010-et veszt csak. 1010-et vesztettük, 151 döntetlen, és ja, 7591 pont, amiben 6829 az gól, assist 1009. Nem sokat ludaróztuk, úgy érzem, de legalább jól megy nekünk. Csapat statok, ez nem egészen tudom, hogy konkrétan mire utal, vagy mely csapatokat jelenti, vagy mit jelenti, de azt kell, hogy mondjam, hogy szeretünk gyógyítani, szóval 489.737.088 pont érték arányban, vagy annyi szór híleltük már. Azt kell mondjam, hogy a klánom nagyon-nagyon orientálódik a support karakterek környékére, szerintem nem egy rossz dolog, hogy őszintelek, hogy a csapatnak azon játékosai tudunk lenni, akik a legnehezebb feladatot el tudják végezni, és az pedig ugye a hílelés, vagyis figyelsz a csapatra, de közben figyelsz a saját környezetedre is, hogy öljél. Úgyhogy én büszke vagyok rátok, srácok. A support feladat sosem a legkönnyűbb feladat. Szóval, a szkennelésekből szkenneltük már mindent azért, hogy őszintelek, van őből többet, van őből kevesebbet, de nem ezt akartam megmutatni, hanem extrák. A leggyorsabb, hogy is mondjam, obstacle course time, hogy mondják ezt magyarul, tehát a leggyorsabb akadálypálya idő 0,01 másodperc, hát akárki csinálta ezt, én nagyon büszke vagyok rád, de tudjuk, hogy csináltad, szóval volt régen az a cheat, amikor ilyen kibeugrálni lehetett hirtelen rögtön a kezdőpontnál, és hogy őszinte legyek, ugye ezt a cheatet sokkal úgy csinálták, és állítottak fel világrekordot, na de, 0,01 másodperc, az gusztustalanul kevés, még ahhoz képest is, hogyha nagyon gyorsan sikerült ide-oda ugrálod. Szóval az egy nagyon gyors, hogy akárki csinálta, pisz, mert kurva gyorsan tudsz ugrálni. Mert a legtöbben ilyen 0,1, 0,2 alatt oldották, meg 0,01 másodperc, bitch please, na jó. Happy Zephyr öcsém, 101. Jelentkezzen az, akinek türelme volt arra, hogy a 101. Pontig elmegyen a Happy Zephyrrel, és nem halt meg. Elképesztő eredmény, gratulálok hozzá szerintem. És a Wyrmi score pedig 2135, tehát a hülye játékokban is otthon vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Ezek lettek volna ugye a fő adatok, és azt hiszem, erre a méretű klára, akárhonnan nézem, ezek a számadatok elképesztőek. Itt azért vagyunk ugye 0-0-0-nál, mert valahol ez előtt, persze ezt már csináltuk én azt hiszem, de ez előtt alakult meg a klán valamikor, azért nincsen ezekről adatunk még. Szóval, fejlesztésekben konkrétan majd, hogy nem mindennel kész vagyunk. Egy dolog jelzik, mert hogy a klán nem csinálta meg a challenge-et, ugye az az Ignis Wraith. Talán ha egyszer visszajön, akkor megcsinálják végre a challenge-et, de őszintén veletek unalmas volt a feladat. Megértem, hogy nem jött össze. Azon kívül színek, az új színek, amik még most jöttek be, ezeket fogjuk csinálni, amit látjátok jelenleg is csináljuk. Úgyhogy, ja, ezek lettek volna. Ez lett volna a Necro Army, hölgyeim és uraim. Egy jó év volt a 2018, várom a 2019. évet, meglátjuk, hogy hova tudunk fejlődni és újítani, megint csak nagyban függ azért a Warframe-től is, hogy mennyire tudja megújítani a játékot, és tudunk egy közösség maradni. De én nagyon köszönöm, hogy ez az úton velem vagytok, és velem voltatok, és ja, reméljük, hogy a jövőben is így tudjuk folytatni. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!